Keszthelyen hagyománya van a kulturális örökség napjainak. A kulturális örökség napjaihoz csatlakozva a Petőház udvara adott otthont Keszthelyen a Kult udvar elnevezésű kétnapos rendezvény megnyitójának. A Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázaton elnyert támogatási összegnek köszönhetően a szervezők változatos és színvonalas programokat tudtak idén is megvalósítani. Kétnapos rendezvényünket a Közösségi Értékekért Egyesület szervezte, és vegyesen különböző művészeti ágakban látunk itt termékeket, hallhatunk zenét, festőművészek jelennek meg, illetve magát az épített örökségünket megcsodálhatják. A rendezvény fő célja Keszthely kulturális életének bemutatása, így például a zsinagógában helyi képzőművészek alkotásait tekinthettük meg közeli helyeken címmel, de az épített örökség mélyebb megismertetését célzó vezetett történelmi séták is népszerűek voltak. 1400-as évek elején kerültek a Petők kapcsolatba Keszthelyen. Ott jártunk a Petőházról és a zsinagógáról osztott meg az érdeklődőkkel érdekes és talán kevésbé ismert információkat helyi idegenvezető és a hitközség vezetője, de a főtéri templom, a hétköznapokban nem látogatható kripta és a premontrei rendház történetével is megismerkedhettünk ez alatt a két nap alatt. Keszthelyen egyébként nagyon sok a látnivaló, és egyébként így nekem az a tapasztalatom idegenvezetőként, hogy amikor vezetek csoportokat vagy találkozok ide látogatókkal, hogy mindig meglepődnek azon, hogy itt mennyivel több minden van, mint ahogy ezt először gondolták. Ugye alapvetően a nagy közönség a Festetics kastélyt, illetve a Balatont ismeri és köti Keszthely nevéhez, de amikor így egy kicsit így mélyebben belenéznek a város utcáiba, akkor így nagy meglepetéssel és örömmel fedezik fel, hogy egyébként mennyi rejtett érték van. Keszthelynek tehát van egy olyan arca, melyet még talán a helyiek sem feltétlenül ismernek. A két nap során ebből is kaphattunk ízelítőt. Az idegenvezető a Petőház kapcsán szólt például a Pető család történetéről, vagy másnap a főtéri templom különleges freskóiról, de a nemrégiben felújított rendház épületét sem láthatta még ezelőtt a nagy közönség. Ezen kívül kézműves bemutató, koncertek, gyermekműsor és petánk verseny is várta a látogatókat.